Hát itt van már Vénaszály Márta, az első kerület párbeszédes polgármester, és Andár Balázs, a Jobbik alelnöke. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Köszönjük, hogy velünk kezdik a reggelt, meg tulajdonképpen a hetet is. Kezdjük Orbán Viktor nyilatkozatával, ugye pénteken is adott egy interjút, és hétvégén is adott egy interjút. Nagyon sok mindent mondott, mit szólnak mindehhez? Általános járványügyi korlátozások nem lesznek. A teszt hatósági áras lesz, ugye sok ellenzéki párt azt követelte, kérte, hogy legyen ingyenes a tesztelés. És hát sok mindent mondott, még az influenzaoltás ingyenes lesz például, illetve beszélt a fővárosról is, a fővárosnak rengeteg pénze van, 100 milliárdja. Mit szólnak mindehhez? A fővárosnak nincsen szabadon felhasználható 100 milliárdja. A fővárosi költségvetésben minden egyes fillér mögött lekötések vannak, tehát az a pénz, amiről Orbán Viktor beszél, az nincs. Az a pénz viszont, amit rá kéne költeni az ingyenes tesztelésekre, az van, az rendelkezésére áll a magyar államnak, és ez lenne az elsődleges feladata, hogy biztosítsa azt, hogy ebben az országban mindenkit, minél több ember tesztelni lehessen, mert a tesztelések eredményeként lehetne valódi járványügyi intézkedéseket hozni. Bocsánat, hogy közbevágok, az, hogy lekötés van mögött, ez mit jelent pontosan a 100 milliárd tekintetében? Tehát hát, ott van az a pénz, de kötelezettségvállalás van mögötte, tehát már előkészített vagy megkötött szerződések vannak, tehát annak a pénznek már megvan a helye. Még nem fizette ki a főváros, de már konkrétan megvan, hogy mire kell kifizetni. Kötelezettséget vállalt. Karácsony Gergely mindjárt kontrázott is, és azt mondta, hogy nem plusz 100 milliárd, hanem mínusz 150 milliárd van a büdzsében. Ez így van. A kormányzati elvonások és a járványhelyzet miatt várható a visszaeső adóbevételek teljesen egyértelművé teszik, hogy nagyjából 150 milliárd forint hiány. Hogy ez nagyon érdekes, az önkormányzatokat milyen intézkedések sújtották az utóbbi időben. Ezzel kapcsolatban jelentek meg aztán érdekes cikkek, információk arról, hogy vannak viszont kivételezett önkormányzatok, akik azért csak-csak kaptak 10-20-100 milliókat különféle céllal. Az első kerület nem kapott. De valamiért a ellenzéki polgármesterek nem annyira örülnek ennek, mert hogy ők nem kaptak. Igen, ezt látjuk, a fővárosban is vannak olyan kerületek, akik váratlanul kormányzati pénzekhez jutottak. Én azt gondolom, hogy itt lenne az ideje végre ebben az országban, hogy ne pártpolitikai alapon hozzunk döntéseket, hanem normatív alapon. A Jobbik mit szól ezekhez a járványügyi intézkedésekhez? Tesztelni. A Jobbik egyértelműen azt követeli, hogy ingyenesek legyenek ezek a tesztek. Tehát egy olyan szociális krízisben lévő országban, mint amilyen hazánk is, egyszerűen megengedhetetlen az, hogy ezt is az emberekre terheljék. Tehát az államnak itt óriási, nagyon-nagyon komoly felelőssége lenne abban, hogy ezek a tesztek ingyenesen eljuthassanak minél szélesebb körbe. Forrásokat látják, hogy miből kéne lehetne előteremteni erre? Most napestig sorolhatnánk egyébként, tehát egy maffia államról van szó tulajdonképpen. Szó. Annyi mindent lopnak, annyi helyről, hogy ezeknek a forrását simán meg lehetne teremteni, hogyha valóban akarnak. Mondjuk megvan a forrás, mondjuk az ingyenes tesztelésre, hogy a Vénaszály Márta is azt mondta, a kapacitás megvan-e, mert most nem ingyenes, de hát most is, ha jól emlékszem, a Demokratikus Koalíció azt mondta, hogy pillanatok kérdése és összedől az egész tesztelési rendszer, van, ahol 4 napot is kellett várni, tehát kapunk folyamatosan olyan híreket, hogy nincsen kapacitása sem a mentőszolgálatnak, sem egyéb egészségügyi szervezetnek. Mire van a magyar állam, hogyha nem arra, hogy megteremtse ezeket a kapacitásokat? Ez volna a feladat. Tehát lett volna egy egész nyár arra, hogy ennek kidolgozzák a metódusát, másfelől pedig valóban fókuszálni kellene a legveszélyeztetettebb csoportokra, ilyen például a pedagógus társadalom is, hiszen látjuk azt, hogy mennyire egy előregedett korfával rendelkezik a tanártársadalom Magyarországon. 50 év fölötti a tanároknak tulajdonképpen majdnem a fele. Igazándiból ők azok az egyik olyan célcsoport, akik nagyon veszélyeztetve vannak, szociális dolgozók, illetve egészségügyi intézményekben dolgozók mellett. Tehát, hogyha valakire figyelni kellene, akkor többek között ezek a társadalmi csoportok is azok. De nem látjuk ezt. No, menjünk tovább, ugye elrendeli Bajár Zsolt két várbeli lakás cseréjének a vizsgálatát, Vénaszály Márta, vagy már el is rendelte. Miért kellett ehhez ez az interjú? Ha én jól emlékszem, a kampányban pont az első kerületben ígérték, hogy felülvizsgálják ezeket a bizonyos lakáscseréket, vagy amit Tomás említett, hogy ez egy ilyen bevált módszer. Nem az interjú volt. Kellett hozzá, nem hát az ő segített mindesetre, az hogy tulajdonképpen vallomást tett. Így van, pontosan, tehát ez egy adalék ennek a két szerződésnek a további vizsgálatához. Valamennyi lakásszerződést felülvizsgáltuk az elmúlt hónapokban, két kupacra osztottuk őket, van egy kupac, ami rendben van, ezzel nem kell tovább foglalkozni, és van a másik kupac, amelyek további vizsgálatot igényelnek, illetve keresetlevél előkészítése zajlik. Van már olyan kereset, amit benyújtottunk a bírósághoz, és vannak további szerződések, amiknél zajlik ennek a megalapozása, zajlik ennek az előkészítése. Bajár Zsolt, hogy melyik kupacban
Volt. Már azt mondta, hogy két kupac van, ahol rendben volt, van, ahol meg nem volt. Tehát ott találtak valamit. Elmondja a nézőknek, hogy pontosan mi ez, hogy értsük, hogy tulajdonképpen mi történt, vagy mi történt. Ez sajátos jogalkalmazás. Nem is tudom, hogy fogalmazott ő maga is egyébként, hogy kell egy jó ügyvéd, aki ezt a dolgot lerendezi, megvannak a gyakorlata, ami szerinte nem törvénység. A Budai Várban és az első kerületben vannak olyan lakások, amik nem eladhatók. Önkormányzati tulajdonban vannak, és a bérlőknek a határozatlan idejű bérleti jogviszonya örökölhető. Ezt hívják örökbérleti jognak, ez nem egy jogi kifejezés, ez helyi szleng. Ezek az örökbérleti jogok, ezek nem adhatók el, hanem csak elcserélhetők a lakástörvény alapján. Pontosan azért, mert ha emlékszünk még a lakásmafiára, számos olyan lakásbérlő volt, akit kijátszottak ebből a bérleti jogából, és az utcára került. Tehát ezek nem válthatók pénzre, csak egy másik lakás tulajdonjogára vagy bérleti jogára lehet ezeket cserélni. Egyébként elnézést, én nem vagyok teljesen otthonos ezen a szakterületen, de ugye annyit változott ez a dolog az elmúlt években, évtizedekben, hogy már nehéz követni, mi a cél az önkormányzati lakásoknak. Nem az lenne a cél, hogy akinek nincs pénze, hogy vegyen saját lakást, azt átmenetileg vagy valamennyi időre legalább segítse. De természetesen akár szociális alapon is. Tehát az önkormányzati lakásállomány laknak a várban. Pontosan. Az önkormányzati lakásállomány célja az, hogy segítse az emberek lakhatását, hogy egy szociális bérlakásrendszert üzemeltessen. Éppen ezért nem eladhatóak ezek a bérleti jogok. Bayer Zsolt azt mondja, szó szerint idézem, hogy a bérlő hozzájusson a pénzéhez, amit akar, én ezt lezongoráztam és kifizettem a pénzt. A lakástörvény pedig kimondja, hogy nem lehet pénzért megváltani ezeket a bérleti jogokat, csak cserelakásért. Innentől kezdve szerintem nincs miről beszélnünk, és ezt ő maga hozta föl. Tehát mindaz, hogy az vágya, hogy mi üldözzük őket, vagy ilyesmi, szó nincs róla. Ő maga vallotta be teljesen önként egy interjúba. Egyébként, hogyha nem tudom, nézi az adást a publicista, kedves Zsolt, én már lassan egy éve polgármester vagyok, árulja már el, hogy micsoda hátrány érte önt az önkormányzat részéről vagy a részemről. Ugyanis semmi. Mi ugyanis a bérleti szerződéseket nem annak alapján vizsgáljuk, hogy a bérlő az jobboldali, baloldali milyen pártra szavazó, hanem annak alapján vizsgáljuk, hogy történt-e jogsértés, vagy nem történt-e jogsértés. Ráadásul nem is egy, hanem két lakása is van ilyen. De hogyha abba a kupacba került, ahol gond van, akkor teljesen független az interjútól eleve gond volt, és akkor kivizsgálták volna, hol tart most ez a vizsgálat, történt-e, történik-e feljelentés, mik a legfrissebbek ebben az ügyben? Nem feljelentés történik, hanem keresetlevelet tudunk benyújtani a bírósághoz. És az önkormányzat meg lehet támadni a szerződést a bíróság előtt. Igen. No, menjünk tovább. A Jobbik bevezetné a kémiai kasztrálást. Ezt múlt héten jelentette be, ugye önök tartottak egy sajtótájékoztatót. Azt mondja, hogy az utóbbi idők felháborító bírósági ítéletei azt mutatják, hogy komoly gondok vannak e téren. Én ha jól emlékszem, a Jobbiknak, talán Banat Tibor és Mirkóczki Ádám, egyik sem Jobbik tag már, 2010-ben ők benyújtottak már egy ilyen javaslatot, abból nem lett semmi. Folyamatosan nyújtjuk be ezeket a javaslatokat. Ez ugyanaz lenne? Ugyanaz a javaslat? A kisebb-nagyobb módosításokkal, de tulajdonképpen egyről van szó. A szexuális erőszak kapcsán szigorításra van szükség. Mi ezt látjuk, és a kodifikációs munkacsoportunk ezt el is végezte. Tehát a határozati javaslat az ott van tulajdonképpen már a kormány előtt, az ő térfelükön pattog a labda, és hogyha valóban igazak azok az állítások, amelyeket itt Orbán Viktor is elmondott, illetve számos kormánytag, akkor lépniük kellene. Tehát ez, ami Magyarországon folyik ebben a tekintetben is, hova tovább tarthatatlan. Áldozatvédelemről egyébként szinte szó nincs. A látencia az óriási, ez önmagáért beszél. Hogyha megvizsgáljuk, hogy valójában mekkora mondjuk a szexuális erőszak Magyarországon, ennek mekkora a szintje, és mennyi ügyben indul büntetőeljárás, akkor itt azt látjuk, hogy minden 400. eset jut oda egyébként, ahova kellene. Tehát a nők sok esetben nem csak női áldozatokról van szó, hozzáteszem, de általában nők nem ismernek hatósághoz fordulni, úgy érzik, hogy ennek semmi, de semmi értelme nincs, ott is lépni kellene, de itt ezen a területen is. Tehát mi azt mondjuk, hogy igenis szigorításra van szükség. A Lex Kaleta például azt is célozta, hogy legyen egy nyilvános pedofil regiszter, tehát mindenkinek, minden szülőnek legyen joga tudni azt, hogy a lakókörnyezetében milyen szörnyetegek élnek, és meg tudja adott esetben védeni tőlük a gyermekeit. És itt van ez a javaslatunk, ez a határozati javaslat, ami a kémiai kasztrációt tenni lehetővé Magyarországon. Visszaeső elkövetők számára ez kötelező lenne egyébként. Tanács inkább, mert sokszor arra hivatkoznak, most nem csak a nők, hanem a pedofília és egyéb eltévedések ügyében, hogy ezek orvosilag magyarázható,
nem tudom, milyen egészségügyi problémákból adódó indítatású cselekmények, akkor ezen lehet, hogy orvosi módon, ilyen módon lehetne persze megfelelő vizsgálatokkal és orvosilag indokolt esetben foglalkozni. Ennek után néztek, tehát vannak szakmai precedens, így van. Amerikától elkezdve, de hogyha visszatérünk Európába, akkor önkéntes formában ez működik Angliában, Németországban, Lengyelországban egyébként sokkal szigorúbb a szabályzás. Ott, hogyha 15 éven aluli az áldozat, akkor egyértelműen kötelező ez a kémiai kasztráció, ami egy gyógyszeres kezelésről szól tulajdonképpen. Ezeket a beteg teljesen fölháborító vágyakat csökkenteni olyan szintre, és ezt mutatja egyébként minden statisztika, hogy a visszaesőknek az aránya az 40%-ról 41-néhány%-ról 3-4%-ra csökken. Tehát ez lehet különben orvosi indokoltság. Az adatvédelmet, mert rengeteg embert meg tudnánk ezzel menteni, ártatlan, kiszolgáltatott áldozatokat, akik egyébként, hogyha nincs ilyen lépés, akkor újra csak ezeknek a szörnyetegeknek a karmai közé kerül. Kértek, vagy terveznek kérni orvosi, egészségügyi szakvéleményt ezzel kapcsolatban már, hogy mennyire indokolt, hogyan lenne ez megoldható, vagy csak átvennék a külföldi példákat? Nem, itt teljesen egyértelműen arról lenne szó, hogy induljon el egy diskurzus erről az egészről. A kormánytér felén pattog, ismételném, tehát a labda. Mi megadtuk ehhez a kereteket, de ennek a pontos mikéntjéről egyébként nyilvánvaló módon egyfajta konszenzussal kellene dönteni, tehát ebbe bevonni szakértőket is, nem az íróasztal mellől egyébként okoskodni vagy kijelenteni valamit. Mi politikusok, országgyűlési képviselők ott vagyunk, jó esetben egyébként legalábbis az ellenzékiek az emberek között. Úgy működünk, mint valami radar. Begyűjtjük azokat az impulzusokat, amelyek az emberek részéről érkeznek, és óriási a felháborodás Magyarországon. Gondoljunk csak arra, hogy hogyan elkenték Kalettának az ügyét, és megúszta tulajdonképpen egy ennyi-bennyével, és lehetne sorolni ezeket a felháborító történeteket, a kőbányai futónő támadójának a ítéletét, hát sok ilyen enyhítették, eset volt valóban. És tényleg döbbenettel állunk ezek előtt a bírói ítéletek. Mit gondol erről, Márta, mit gondol nőként is, és mint a Párbeszéd képviselője erről az ügyről, vagy erről a... Mennyire egységes az ellenzék ebben, nyilván a Párbeszéd nevében. Egyetemen az áldozatokat kell védeni. Tehát az, hogy az isztambuli egyezményt most már hosszú évek óta nem ratifikáljuk, az, hogy ebben az országban minden héten egy nő belehal a családon belüli erőszakba, az, hogy ebben az országban minden hónapban egy gyerek belehal ebbe, az emiatt van, hogy nem gondolunk ezekre. Mi az első kerületben azért is adtunk támogatást a tankerületnek, hogy olyan szakembereket tudjanak alkalmazni, akik a gyerekekre odafigyelnek, iskolapszichológust, fejlesztő pedagógust, mert akkor nagyon korán tudomásunkra juthat az, hogy egy gyerek bántalmazva van, abuzálva van, és a jelzőrendszer be tud lépni, segítséget tudunk adni neki. Mártához fordul, vagy maradva még egy kicsit, a hétvégén ugye tisztújítás volt a Párbeszédben, ezzel kapcsolatban. Van erről egy összefoglaló, nézzük meg, és összefoglalt, és folytatjuk a beszélgetést. Újra választotta a Párbeszéd női és férfi társelnökét, Szabó Tímeát és Karácsony Gergelyt a Párbeszéd budapesti tisztújító kongresszusa. Az eredményt a két politikus jelentette be a szavazást követő sajtótájékoztatón. A rendezvényen megválasztották a Párbeszéd elnökségét is. A 7-ről 9 főse növelt létszámú testületnek a két társelnök automatikusan tagja. A megválasztott tisztviselők mandátuma 2 évre szól. A mi feladatunk nem csupán az, hogy megteremtsük az ellenzéki egységet, hogy megteremtsük azt a helyzetet, hogy közösen tudjunk egy az egy ellen indulni Orbán Viktor kormányával szemben, hanem az is, hogy egy olyan jövőt, egy olyan víziót kínáljunk, amelyik segít Magyarországnak kilábalni a válságból. Az egyik fontos pontja, vagy programpontja, és nem új programpontja egyébként a Párbeszédnek, az alapjövedelem. Miért működne ez önök szerint? És miből főleg? Mi lenne a anyagi hátteremnek? Azért működne, mert egy szolidáris társadalom az arról szól, hogy vannak bizonyos jogok, vannak bizonyos juttatások, amik mindenkinek járnak. Egyébként ma Magyarországon is van számos olyan juttatás, ami elméletileg mindenkinek jár, pusztán azon az alapon, hogy ő ehhez a közösséghez tartozik. Igen, ugye? De például, bocsánat, erre szokta azt mondani az ellenzék, hogy nagyon sok minden jár mindenkinek, de nem kellene, mert van, aki rászorul, van, aki meg nem szorul rá, például az ingyen tankönyvek esetében. Mondjuk ez a munkavégzéshez kötődik, tehát azért
nem, ugye, tehát arról van szó, aki dolgozik, az egy minimális bért legalább kapjon. Tehát is, tehát a javaslat az két részből áll. A minimális bért, azt mi a javaslatunkban felemelnénk nettó 166 ezer forintra, tehát aki dolgozik, az ennél kevesebbet ne vihessen haza. Az alapjövedelem az viszont másról szól. Az egy védőháló, aminek az a lényege, hogy akármilyen helyzetbe kerül valaki, felnőttként 100, gyermekként 50 ezer forintnál kevesebb jövedelme nem lehet. Tehát ez munkától az is, aki dolgozik, is. És aki, az is, aki nem dolgozik? Hát így van, pontosan. Ez azért a világban számos helyen kipróbálták ezt, és az a tapasztalat, hogy ahol ezt valóban jól kipróbálták, ott ez éppenséggel munkára ösztönöz. Tehát azokban a közösségekben, ahol nem de a Finnország az nem alapjövedelem volt. Alapjövedelemnek nevezték, de az valójában nem egy alapjövedelem kísérlet volt. Sajnos ez nagyon elviszi a közgondolkodást. Nem a finországi modelleket kell nézni, hanem például Indiában meg Kanadában történtek nagyon jó kísérletek, és azt mutatták be, hogy azok az emberek, akik korábban nem dolgoztak, felszabadultak arra, hogy dolgozzanak, mert nekiálltak vállalkozni, vagy el tudtak jutni a szomszéd településre, ahol van munka, elkezdtek tanulni, vagy a gyerekeiket tudták tanítatni. Tehát az alapjövedelem az egy olyan biztonságot nyújt az embereknek, hogy nem kell elvállalniuk akármilyen rossz munkát, nem kell elvállalniuk azt a munkát, ahol őket nem jelentik be például. Nem kell mondjuk egyfajta rabszolgasságba menniük, hanem valóban nekik való munkát vállalhatnak, képezhetik magukat, eljutnak a szomszéd településre, vagy akár máshova, ahol megvan az a bizonyos munka, éppenséggel az alapjövedelem felszabadítja őket. És ebben az országban rengeteg pénz van, gondoljunk a stadion építésre. Igen, említették, hogy 3300 milliárd lenne ennek az anyagi háttere, de mégis honnan lehetne ezt átcsoportosítani, mert sok minden másra nagyon, is kell nagyon sok olyasmire költöd az ország, amire nem lenne szükség. Említettem a stadionépítéseket, de említhetném akár csak a mi kerületünkben. 105 milliárd forint megy kettő darab épületnek az elkészítésére, amely épületekre egyébként nincs is szükség. Mit gondol erre, hát Jobbik? Van pénz az országban, nem arról van szó, hogy nincsen pénz, csak megfelelően kéne felhasználni. A filozófiánkkal egyébként ellentétes ez az elgondolás, abból a népi bölcsességből kiindul, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Ez vonatkozik egyébként a Mészáros Lőrinc félékre is. De, tehát örökké termőfa sziget, az volt a Misi Mókus című mesébe, viszont hogy ezt országos szinten hogyan lehetne elképzelni, erős kételjeink vannak ezzel kapcsolatosan. Mindenképpen a szociális hálót azt meg kell erősíteni. Viszont azt mondjuk, hogy az embereknek normális állást kell biztosítani, normális bérekkel, nem véletlenül volt, illetve van nekünk egy bérúniós programjavaslatunk. Inkább ebben gondolkodunk, semmint a mindenféle feltételt nélkülöző alapjövedelemben. Hogy tudnak ebben, kifutunk az időből, hogy fognak tudni ebben megegyezni? Ugye most az ellenzéki egyeztetések zajlanak, már különböző munkacsoportok dolgoznak, a Párbeszédnek ez egy nagyon sarkalatos programpontja és követelése. A Jobbik például már itt nem ért egyet ebben. Hát, hogyha itt 100 ezer forintról beszélünk havonta, akkor egy emberre vetítve ez éve szinten 1,2 millió forint lenne. Van majdnem 10 millió állampolgár, ez egy rövid felszámolást követően is, itt több mint 10 ezer milliárd forintot tenne ki, tehát ez a 3 ezer milliárd forintos összeg, én nem tudom, hogy jött ki. Hát a gyerekeket nyilván nem számolták ebbe bele, csak a munkaképes odalakot. Szerintem gondoljunk arra, hogy ez a pénz, ez nem egy feneketlen kútba megy, mint a stadionépítés, ami csak viszi utána a pénzt. Ez nem egy feneketlen kútba megy, ezt olyan emberek kapják, akik utána itt fognak vásárolni a szomszéd boltban. Ezek az emberek utána itt fognak ruhát venni maguknak. Ezek az emberek nem fognak elmenni az Adriára jachtozni, hát hanem igen, csak kérdés, hogy mennyire motiválja a pénzt, hanem itt ebben az országban. Tehát azért ezt látni kell, hogy ez a pénz, ez pontosan arra megy, hogy itt ebben az országban lehessen méltósággal és normálisan élni, és ne csak annak, aki megkapja a pénzt, hanem annak is, akinek a boltjában utána vásárolnak ebből a pénzt. Kár, minden időnk lehet, biztos, hogy ezt fogjuk még folytatni. Egyetlen egy dolgot mondjanak a Klubrádióval kapcsolatban. Az MSZP egy hatpárti megbeszélést kezdeményezett. Elmennek-e és tudják-e már, hogy mikor lesz? Én nem tudom, hogy mikor lesz, de egész biztos, hogy ott leszünk. Tehát az jól látható, hogy a Fidesz mindent és mindenkit el akar hallgattatni ebben az országban, aki nem azt fújja, azt a nótát, amit ők hallani szeretnének. Ezzel abszolút nem tudunk azonosulni. Nyilvánvalóan elmegyünk, minden egyeztetésben részt veszünk, az időpontot én sem tudom. Köszönjük, hogy itt voltak. Mi köszönjük. Köszönöm.